életének egy részét gyarapítják, értékesebbé teszik munkájukkal és adományukkal, akkor a tantestület határozata alapján a Babits Mihály Gimnázium segítője címet adományozzuk neki, és most ezt szeretném átadni Lancsák Zoltánnak. Munkáját mindannyian élvezhetitek ti is, és felnőttek is, hiszen az iskolai wifi rendszert ebben az évben ő építette ki, és ő segített abban, hogy minden... Szintén évek óta számíthatunk a támogatására Gáló címének és a cégének, aki hol így, hol úgy, apró pontokon, helyeken mindig tudott nekünk olyanokat adni, amellyel egy rendezvényt sikeresebbé tudtunk tenni, méltóbb ajándékot tudtunk adni. A legutóbbi adományát megint ti élvezhetitek, és azért szerettük volna, hogy előttetek köszönjük meg az ő munkájukat, mert ebben az évben olyan adományt kaptunk tőle és a cégétől, amelyet kézzelfoghatóan ti is éreztek, hiszen abból az adományból valósítottuk meg azokat az ülőpadokat, készültek el azok az ülőpadok, amelyeket szünetekben, Lukas órákban, hiányzások során, felkészülés során, házi feladatíráskor használhattok. Köszönjük szépen! Szülőnek, hiszen ők nem tiltott elmondani, hogy szülők, hogy ilyen módon itt vannak velünk és segítenek nekünk, nektek. De itt az utolsó momentumhoz még engedjetek meg egy apró figyelmességet. Azzal, hogy a padok létrejöttek és elkészültek, azzal nem csak a Gálóczi Imre adományát köszönhetjük, vagy Gálóczi Imrének köszönhetjük, hanem köszönhetünk a megvalósításban egy olyan csapatnak a munkáját, akik szeptember 1-én gyakorlatilag ide varázsolták nektek ezeket az ülőalkalmatosságokat. Én szeretném megköszönni Marton Sándor tanár úrnak, és az ő segítő csapatának a padok elkészítését. Remélem, hogy továbbra is nagyon kellemesen fog felni a délelőtt. Kezdődjék hát az ünnepi műsor, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok!